A mobil árvízvédelmi fal építésének valamennyi résztvevője jelen volt csütörtök reggel, a beruházás egyik legfontosabb szakaszának kezdetén. Elhelyezték ugyanis az első befogadó szerkezeteket, melyekre áradás esetén felszerelik azokat az oszlopokat, amelyek a lamellákat tartani fogják. Most jutottunk el ahhoz az építési lépéshez, hogy a mobil gátnak a lehorgonyzó szerkezeteit behelyezzük, bemérjük és aztán rögzítsük. És ennek a pontossága ugye a legfontosabb ahhoz, hogy majd amikor árvíznél föl kell szerelni a mobil gátat, akkor ott ezen a 333 méteren a 110 egység az pontosan illeszkedjen, azok a lamellák azok becsúsztanak, és működjön a árvízvédelem. Az építőiparban ilyen 3 méteren, 10 méteren, 100 méteren centiméteres tűrés határokat szoktak kérni és betartani, ez a szokásos pontosság. Itt viszont 1 méteren 1/10 milliméter pontosságú műszerrel mérjük be a szintezését, a elhelyezkedését ennek a lehorgonyzó szerkezetnek, tehát itt milliméter gépészeti pontosságot kell biztosítani egy építőipari szerkezeten. Ezért vagyunk ennyire sokan itt a környéken, és ezért nézzük, hogy minden pontosan legyen. A német szerelő, aki az IBS, aki gyártotta ezt a mobilgátat, annak a képviselője a helyszínen együttesen vizsgálja velünk ennek a pontosságát. A tappancsok helyét geodéták mérték ki, és minden rögzített egység után újra ellenőrizték a pontos helyzetét, és ha szükséges volt, javítást, módosítást kértek. A méréseket bevizsgált engedélyekkel rendelkező eszközökkel végzik. Ennek a tappancsnak a behelyezkedéséhez egy nagyon szilárd, minden oldalról merevített acélszerkezetet hegesztenek ott a kivitelező kollégák. Amikor ezt meghegesztették, akkor újra persze bemérjük a szintet és beállítjuk ezekkel a csavarokkal, és akkor utána jön majd a betonozás, és a betonozás után még egyszer újra megmérjük, hogy amikor a beton szilárdul és zsugorodik, akkor is megvan ez a pontosság. Most a kezdet, a mai nap a német szerelővel ugye begyakoroljuk ezt, és aztán folyamatosan csináljuk, februárig azért kész leszünk az egésszel. Nyilván most ezzel az első 40 méterrel most már karácsonyig kész leszünk, és aztán januárban az éghajlattól is, tehát a hőmérséklettől, viszonyoktól függően folytatjuk, és ugye mert maga a résfalazás az kész lesz karácsonyig, és akkor új év után, ahogy vissza tudunk térni a munkaterületre, úgy folytatjuk. A már beszerelt tartó elemeket jövő héten betonozzák be, hogy a további vizsgálatokat is el tudják végezni. Idén december 21-ig lesznek munkák a Dunakorzon.